Ismét eltelt egy év, de a kőbányai szervezetnek egy sikeres éve volt ez. 2018. novemberében alakult szervezetünk, és már akkor decemberben kijöttünk ide a kőbányai kettős kereszthez, az akkor még megviselt állapotban lévő kettős kereszthez. Ezt idén is megtettük, idén decemberben, amikor adventi gyertyagyújtásunkat már a Trianon 100. évfordulójára általunk felújított kettős keresztnél tehettük meg. A koronavírus nehezítette az idei építkezésünket, ennek ellenére sikeres évnek mondható, hiszen több mint 500 Mi Hazánkos kőbányai lakossal vettük fel a kapcsolatot, és amit tudtunk, megtettünk idén is. Szépkorúaknak segítettünk a bevásárlásban, molinós akciót hajtottunk végre kórháznál, idősek otthonánál. A trianoni emlék évben nem csak ezt a keresztet állítottuk helyre, nagy hangsúlyt fektettünk emlékezetpolitikánkra. Történelmi Magyarországot ábrázoló kirakót adtunk egy helyi általános iskolának, emellett az új köztemetőben nyugvó francia Kismihály rongyos gárdista mellett álltunk ki, és az innen nem messze található Sajó Sándor téren, Sajó Sándor mellett is felszólaltunk, aki felvidéki költünk. Standjainkkal rendszeresen kint voltunk az utcákon, és összekötöttük ezt egy kampánnyal is, Nekünk számít a véleményed című kampányunkkal, amikor a helyi lakosokat a három helyi fő problémáról kérdezzük. Ez alapján egy statisztikát készítve neki is láttunk az idén 19. kerületben megalakuló szervezetünkkel közösen helyi programjainknak a kidolgozásában. Ezt fogjuk folytatni 2021-ben is. Egy biztonságosabb, tisztább kőbányáért fogunk dolgozni. Ezzel az üzenettel, ezzel a céllal kívánunk boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet minden kőbányai lakosnak. Hogyha kíváncsi vagy további akcióinkra, eseményeinkre, iratkozz fel YouTube csatornánkra, kövess minket Facebook oldalunkon, Instagram oldalunkon.